Hölgyek, urak, én először is boldog új évet kívánok mindenkinek. Nagy örömmel látlak benneteket, és örülök, hogy még mindig föl vagytok hajzva a világ megismerésére, úgyhogy most ebben belemerülünk egy kicsit. Én úgy gondoltam, hogy mivel éveleje van, és ez ilyenkor szoktuk csinálni, egy kis összefoglalót tartunk a téma alapjairól, mert azt sokan nem értik. És akkor ezért nem érti az egészet, mert mi egy egészen más világképpel gondolkodunk, ami természetesen törvények vannak, rendszer van, de ebben a rendszerben még az Isten is beletartozik. Na, ettől kezdve érdekes a történet, hogy nem úgy elhisszük, nem hiszük, nem így tartozik bele, hanem alapjaiban beletartozik. És abszolút logikus minden, és az a nagyon érdekes, hogy az összes nagy világvallás pontosan ezt törzi. De mindegyik, nem az van, hogy a mohamedánok nem azt törzik, ugyanazt törzik azok is. Tehát mindenki azt törzi. Az, hogy emberek valamilyen vallás nevében valamilyen őrületeket csinálnak, azt meg felejtsd el. Szóval az nem azért van, mert a vallással rossz, hanem azért van, mert az ember ölni akar, és szeretne az Isten zsebébe beletuszkolni azt a bulit. Szóval ő győzni akar, rabolni akar, pénzt akar, de ő nem bűnös. Hát így működik sokszor az ember, ezt nagyon sokszor megtapasztaltuk. És jól lehet látni ezt az interneten is, tehát ugye a névtelenség mögé bújva, ilyen hülye gyerekek össze-vissza, minden féket össze-vissza irkálnak, a nevével nem meri leírni. Tehát csak úgy meri leírni, hogy valamilyen álnéven. De utána visszakeresem az IP címét, és fölhívom telefonon, akkor borzalmasan el van csodálkozva. Tehát ezt meg szoktam csinálni, amikor nagyon túlzásokba esik valaki, hogy fölhívom telefonon, hogy mit is akarsz mondani. És borzasztóan meg van lepődve, mert ő meg van győződve róla, pláne humánok. Hát ő nem tudja senki, hogy ő kicsoda. Hát azt hiszi, hogy nem. De vissza lehet azt keresni, és meg lehet találni. Én szeretném azt, hogyha egy kicsit elmerülnénk abba, hogy keletkezett a világegyetem. A világegyetem nem ősrobbanással keletkezett, 1000%. Miért mondom? Mert ez azért egy elég merész dolog, mert ez már úgy bebizonyították, hogy na. Csak egy nagy baj van azzal, mondjuk én úgy szoktam, hogy csak egy icipici baj van vele, hogy nem számol az antianyaggal az ősrobbanás, kicsit sem számol vele, mintha nem is lett volna soha. Nem találja sehol az antianyagot, hol a fenébe van, mert tudjuk, hogy van. Ez mérések még kimutatható és látható. Tehát amit tudom, valaki lemegy a Paksi atomerőműbe, ott a kiállításon azt a kötkamrát nézegeti egy fél órát türelmesen, akkor abban néha pozitronokat is lehet látni, nem csak elektronokat. Az egyik erre kunkorodik a kötkamrába, a másik arra kunkorodik. Na de honnan jönnek ezek a pozitronok? Ez a kérdés. Hát mert tudom az atomerőből. Na abba hogy jönnek? Most itt vannak a problémák, hogy amikor valamit el kéne magyarázni, akkor gyorsan elkezdenek handabandázni, szélámoskodni és lelépnek a válaszról. Ez nagyon gyakori. Na, mi megpróbálunk nem lelépni, megpróbálunk ezekre tényleg kitérő válasz nélküli választ adni, tehát, hogy megkeresni a valódit, mert meg lehet keresni. Hogy működik, hogy keletkezik, mindent. Hát az az ősrobbanási elmélet hibája, ugye, hogy megvan a világegyetem összes anyaga, de az összes anyaga és az összes energiája. Szóval azt írják le, hogy 25 milliárd Celsius fok meleg van, meg tudom én, az összes anyag egy gombozban van. Na most az a kérdésem, hogy egy ilyen fekete lyuk, mert az aztán annyira fekete lyuk, amennyire fekete lyukat álmodban nem tudsz elképzelni. Ugye, ha a világegyetem minden tömege egy gombozban van, annál fekete lyukat nem lehet elképzelni. Mert az már olyan, mint egy atommag, olyan sűrű. Na most a fekete lyukok, azok hát ugye ritkán szoktak szétrepülni. Azok csak halmozódnak, és a végén mindent benyelnek, mert így működik. És nagyon, nagyon érdekes, mert a fekete lyukok megvannak mondjuk az ókori mondákban. Na, honnan tudtak volna róla? Fekete lyukok nem látszanak a távcsőben, azt ugye tudni kell. Nem látszanak, mert azért hívja a fekete lyuknak, mert koromfekete, mert abból még a fény sem jön ki. Na most, hogyha ilyen milliárd fényévre van ide egy fekete lyuk, akkor abból te mit látsz? Ha elmegy előtte valami, egy galaxis elmegy előtte, akkor annak a képe elkezd torzulni, ez igaz? Szóval elkezd ilyen furcsaságokat csinálni,
mert hogy a galaxis által kibocsájtott hullámtér az igazából egy gravitációs hullámtér, de ez gömbszerű. Tehát ez körülveszi minden irányba őt, ugye? És ezen a hátul mögött lévő dolgok, azok eltorzulnak. Ha a fekete lyuk van közelebb, akkor nem látod meg a galaxist csak úgy, ha mögötte van, de körülötte megjelennek ilyen fényévek, mert hogy a fény így visszakanyarodik a nagy tömeg mellett, és az arra gondoltak, hogy ugye, hogy nagyon nagy tömegnél fordul ez elő. Most én bebizonyítottam, hogy 10 grammal is meg tudom csinálni, sőt, még kevesebbel is. Tehát igen kis tömeggel is meg lehet csinálni, és ettől kezdve ez nagyon érdekes, hogy nagyon kis tömeggel meg lehet csinálni. Hiszen mikor fedeztük fel, mikor tanultuk a fényelhajlást meg a diffrakciót? Már aki egy kicsit a fizikára odafigyel, mikor tanultuk azt? Tehát nagyon régen felfedezték. Már ugye már a Huygens meg ezek, tehát már 350 évvel ezelőtt már felfedezték ezt. Tehát nem most fedeztük fel, csak nem magyarázták meg. Elhajlik az anyag mellett a fény, igen, nem is vitatom, elhajlik, csak egy nagy baj van. Elfelejtették megmagyarázni, hogy miért hajlik el. Mert hogy a tömeghullámok, azok optikailag viselkednek. Minden tömeghullám optikailag viselkedik, tehát egy fénykvantum mellett elhaladó fénykvantum is elkanyarodik a pályáján. Mert hogy körülteret kelt egy fénykvantum. Hogy a csodába? Hát nem részecske. Nincs csak nagyon-nagyon parányi tömege. Akkor hogy a csodába hajlik el? Hát úgy, hogy ő maga egy hullámteret generál, egy nagyon komplex, nem ilyen kis egyszerű gömbszerű hullámteret, nagyon bonyolult hullámteret generál, és ebben a hullámtérben egy másik fénykvantum bele talál rohanni, akkor az nem egyenesen megy tovább, hanem elkanyarodik. Én ezt mondogattam, hogy de igen, hogy a nagy vákum van a világűrben. Jó, vákum van, csak csinálunk napszélvitorlást, annyira vákum van, hogy napszélvitorlást is építünk. Csináltak, már működött is. Igen. Tehát egy ilyen nagyon vékony fóliát kifeszítenek, és a napnak a fénynyomása, meg a napból érkező korpuszkulák, tehát az atomok, mert ott jönnek atomok is, nem csak fény jön a napból, hanem részecskék. Tehát jönnek belőle neutronok, protonok, elektronok, de jönnek belőle komplett atomok, nitrogén, meg ilyenek, hidrogén, nitrogén, mindenféle atom, szén. Jönnek, és ezek száguldanak a világbőrbe, és ez fújja el ezt a vitorlát. Tehát lehet vele a nap kifelé vitorlázni, főképpen széles szemben nehéz, de ha valaki vitorlázott, az tudja, hogy lehet széles szemben is vitorlázni, csak így kell menni. Ugye? Tehát úgy nem tudsz menni így, ha csak nem valami olyan huncut vitorlásod van, hogy egy forgóhenger az a vitorlád, meg ilyenek vannak, de az más. De rendes vitorlával is, hát oldalra kell menni, aztán megint oldalra kell menni, és akkor tudsz haladni abba az irányba, csak nem egyenesen arra mész, hanem ilyen cikázba mész arra, de el tudsz jutni a túlsó partra széllel szembe is. Csak ezt tudni kell, ha vitorlázol, nem csak hátszéllel lehet vitorlázni. Hátszéllel jobban lehet, ugye az egyszerű, ha van annyi hátszél, bizonyos szög alatt így tudok hátszéllel vitorlázni, de már keresztbeszélve már nehezebb vitorlázni, ahol már kicsit ismerni kell a vitorlásnak a működését, meg a kormányzását, meg mindent. És az én nagyon élveztem mindig a vitorlást, és nagyon szerettem. És tehát visszatérve a fénykvantumok is, meg az anyagi részecskék is hullámtereket árasztanak ki magukból állandóan. Ehhez nem kell energia, itt kezdődik a nagy trükk az egészben. Tudnék, egy idővisszacsatolással működik minden, ami csak létezik. Tehát a lelkek, az atomok, a fénykvantumok, minden időhurkokból létezik. Na most miután időhurkokból létezik, van ennek egy borzasztó nagy előnye, a végtelenség ismétli magát, és kelti a hullámokat, anélkül kelti, hogy elfogyna. Hát hogy fogyna el? Mindig visszamegy a saját múltjába, mint az elakadt lemez, és a végtelenség ezt ismétli. Így működik a téridő, így működik a fénykvantum, így működik az anyagi részecske, sőt, még a lelked is
ebben a rendszerben működik. Tehát maga a fennmaradás az ezen az alapon működik. És itt az idő szerkezetét kell tudni ismerni, szerkezetét. De nem egy delta tével nem fogod tudni megoldani a büdös rohadt életben. Egy tévesse, kis tése, nagy tése, nem megoldás. De hogy az időt, azt félresöpörték a fizikába, így lelőtték a pályáról, hát az idő az olyan komolytalan dolog, hát azzal nem is érdemes foglalkozni, komoly ember ilyennel nem foglalkozik. Hát én ezzel kezdtem foglalkozni 35 éve, nem sikertelen. És akkor rájöttem az idő szerkezetére, akkor végre kijött a téridő, hogy működik a csodába. Ugye, mert ez a téridő, amit egy koordinátarendszer fölrajzolnak neked, egy ilyen Descartes-féle koordinátarendszer, hát az idő nincs is benne, ugye kezdjük azzal. Tehát olyan dolog meg a büdös rohadt életben sem létezett, ami az időben nem létezett. Na, itt kezdődnek a problémák. Ez a drót, itt a kezemben, ha egy pikoszekundumra se létezett, akkor ez a drót sosem létezett, úgy is mondhatjuk, ugye? Mert azért ezt a drótot le kellett gyártani. Meg kellett a benne lévő részdrótot olvasztani, a rezet, aztán szálat húzni, aztán belakkozni, aztán bonyolult eljárásokkal meg kellett csinálni. Aztán műanyagon áthúzni, és így tovább. Tehát, hogy el kellett szigetelni műanyag réteggel, ez úgy van megcsinálva, de ha ez a dolog nem létezett egy másodperces sem, miről beszélünk? Tehát időben mindent léteztetni kell, az egész fizikánk elfeledkezett erről, de mérhetetlenül elfeledkezett. Ez már egy akkora nagy egyes, hogy kilóg az osztálykönyvből. Azt mondták, hogy azzal nem is érdemes foglalkozni, tudod miért mondták? Mert nem tudták, mi az. Csak azért. Nem jött rá, ott van előtte, de nem jött rá, hogy mindig ott van előtte. Csak megpróbálta ilyen, ez csak egy ilyen szorzó, ez csak olyan, mint a K-tényező, oda tesszük, azt jól, de ez nem. Az idő az valami. Az nem csak úgy egy elképzelt tényező, hanem az egy valami. Tehát annak van valamilyen struktúrája. Azt mondták, az időnek nincs szerkezete, de az annyira érdekes, hogy minden, ami csak létezik, az idő szerkezeteiből áll. Tehát, hogy miért érdemes ezzel foglalkozni? Hát ezért. Hát, ha csak az idő létezik, mint létező, gondolj bele, hogy kizárt dolog, hogy az idő, mint létező, nem létezik, hiszen az összes folyamatot az időben tudjuk leírni. Akkor nincs is folyamat. Ha vallásos vagy, nem jó, csak egy nagy baj van. Tessék akkor hozzákezdeni az Isten megismeréséhez. Tudnék, az Isten 6 nap alatt teremtett a világot, emlékszel? Ezt olvastuk. Na ezzel mi a probléma? Hogy az egy folyamat. Milyen nap, amikor még a Föld sem létezett, akkor teremti a világot, milyen nap? A nap az nálunk ugye a Földnek egy teljes fordulata, mondjuk csak így durván. De nem egészen pontosan annyi, de mondjuk. Jó, rendben van. De hát a Föld meg még nem is létezett. Akkor lehet, hogy nem is arról van szó, mert a Földet teremtette. De akkor mi ez a Föld? Lehet, hogy nem a Föld gömbről van szó, amin állunk, megyünk, nem ez a Föld. De akkor mi? A Földelem. A Földelemről van szó, és nem az Óbudáról van szó, amin járkálunk a Földön, hanem a Földelemről van szó. És akkor lehet, hogy az egész Biblia nem is arról szól, mint amit majd mindenki ebből egyértelműen kiértelmez? Hát így van. Így van. A Biblia nagyon jó, csak nem arról szól, mint az összes értelmező által kitalált történet, hanem másról. Miről szól akkor? Ezelőtt én 25 évvel, 30 éve leírtam a könyvembe, hogy ott a neutron van leírva. A neutron. Hogy kerül a neutron? 3000 évvel ezelőtt, hát hol voltak azok még az atomfizikában? Hát neutron! Hát kérlek szépen, ha Bibliát állítólag az Isten diktálta. És ez színigaz egyébként, tényleg. Csak egy nagy baj van ezzel. Miért magadhoz hasonlították, kis hülye? Hát az Isten diktálta, az bizonyára tudott a neutronról, ugye? Az nem olyan gyagya volt, mint te, hogy azt se tudott, hogy ezt teszik vagy isszák. Mert ha fizikus vagy, akkor sem tudsz semmit a neutronról.
mert hogy miből áll, hogy működik, mitől marad fönn, hogy szó nincs róla. Szó nincs róla! Hát hol? Hallottál ilyet az atomfizikában valahol? Hogy keletkezik, működik a neutron? Én nem hallottam sehol. Nagyon érdekes, a Boda föltisztelendő úrral beszélgettem, ő Esztergomból tanította a papokat természetes Isten tarra, meg atomfizikára. Tessék csak észrevenni a párosítást. Papoknak atomfizika, hát minek az? Hát persze, ez ugyanolyan, mint a kicsit kellene járni hittarra a pártitkároknak. A materialista pártitkároknak kellene járni kicsit hittarra. Mert lesz olyan, nagyarcoskodik, azt nem is ért belőle egy szót sem, mit szólsz le, azt se tudod, hogy mit szólsz le, ne legyen már ilyen hülye, nagyképű. Hát én a pártitkárokat ezzel szórakoztattam még az átkosba, hogy le fognak téged a papok hagyni, mert azok tanulnak marxizmus, leninizmus, de te nem tanulsz, hittant úgy, hogy nagy baj lesz, majd meglátod, mert a vitában te sehová nem fogsz eljutni, mert hogy képzetlen vagy, tanulatlan vagy, mit akarsz te itt? És ebből aztán fogták a fejüket ám, mondom, hát majd meglátod, hogy ebből baj lett. Nekem igazom volt már akkor is. Én mondtam, hogy hát készülj, nem készült, mert elképzeltem, hogy hát milyen okos. Hát nem volt okos. Tehát hiába végzett el, atomfizikusként végzett az egyetemen, akkor sem volt az atomfizikából okos. Mert ameddig nem tudja megmondani, hogy mi a tömegvonzás és az oka, addig nekem nem okos. Ameddig nem tudja megmondani, hogy egy fénykvantum, hogy a büdös francba jön át milliárd kilométereken keresztül, még eljut a szememig. Egy kvazártól, most tök minden, nagyon messzire, egy nagy felfénylő valamitől, egy darab fénykvantum eljut idáig, hogy jött át ez a sok milliárd és milliárd kilométeren? Mert a milliárd fény év az sokkal nagyobb ám, mint gondolod, az nagyon nagy távolság. Ugye milyen nagyon-nagyon érdekes, hogy az időt évben mérjük. Észrevettétek? Na most nem kell megrémülni, mert az itt ülők közül mindenki az utolsó csavarig tudja a megoldást. Tehát te okos vagy. Ez jó. Ez jó hallani ezt, ugye, hogy te okos vagy, mert te pontosan tudod, hogy mi az ige. Az az ige, amit a János könyvben mondogatott, kezdetben van az ige. Az ige először Isten vala, később minden, ami lett az igéből lett. Másik fordításnál Istennél valana, de az már ilyen szépelges. Mert hogy Isten vala, ez az eredeti szöveg. De hogy micsoda, az ige az az Isten. Na de akkor mi az ige? Nézzük csak meg. Tudod? Mondd el. Mondd el. Az ige, cselekvés, történés, létezést kifejező szó, három ideje van. Múlt, jelen, jövő. Tudjátok? Hát persze, hogy tudjátok. Már harmadik osztályban mindenki fújta. Értitek, mi a baj? Hogy te tudod, és mégsem tudod. Tehát azt gondolok, hogy ez nem az, de ez az. Ez pont az az ige, mint amiről a János könyve beszél. Tehát ez maga az Isten. Tehát ott elmondta a János ezzel, hogy az időről beszélek neked. Az ige az maga az idő. És hogyha rájössz erre, akkor ha megvan az, hogy milyen struktúrával lett az idő, hát az nem egy bácsi lesz, ezt a csalódást kell neked okoznom, hogy nem egy bácsi fog kijönni a dologból, tehát nem egy nagyszakállú, termetes, nagy, erős bácsi, hát jó, hát festők szerettek ilyeneket festeni, hol látszott a pöcse, hol nem, de hát gyerekek, nem ez a megoldás. Nem egy bácsi lesz a megoldás. Ez nem lesz rosszabb semmivel, mint amit oda festette. Miért mondom? Minden Isten. Mert minden Isten. Ha minden, ami lett az igéből lett, akkor a bácsi az igéből áll? Az is igéből áll. Te is. Az asztal, a fizék, a parketta, a kamera, minden. Minden abból áll, nincs más. Na most mi az, amit meg kell ismernünk? De nagyon. Az ige. Tehát, hogy mi ez az ige? Ez biztos, hogy nem az, mint amit nekünk elmondtak eddig? Az biztos. Tehát a nyelvtan ige volt a legközelebb eddig. Amit a nyelvtanban tanultunk igét, az volt eddig a legközelebb a meghatározásban, csak már nem mondták el a lényeget. Ez gyakori volt az iskolában, meg most is nagyon gyakori, mert nézegettem a másodikos gyereknek a könyvét,
ott volt már benne, hogy négyzetméter. Most egyet felejtettek elmondani neki, hogy mi az, hogy négyzet. Az elfelejtették neki elmondani. Nincs benne semmi, egy szó nem volt róla. Milyen négyzetméter tanítasz te? Amikor nem mondod el, hogy mi az, hogy négyzet, hogy azt hogy kell értelmezni, érteni? Hát levizsgáznak a gyerekek, átmennek az érettségén, megkérdezem tőle, hogy hány literes az az akvárium, itt egy centi, tessék, mondd meg, hogy hány literes. Nézd kifelé a fejből riadtan, mondom. Te hülye vagy, hát érettségiztél, ne szórakozz már vele! Nem tudja megcsinálni a feladatot, gyerekek, mert a köbmétert nem érti. Levizsgázott, szarrá puskázta magát, levizsgázott, csak egy nagy baj van. Hülye maradt szegény. A hülyeség még javulhat, ugye, ha tanulsz. Ha nem tanulsz, akkor úgy maradsz örökre. És az a nagyon érdekes, hogy ezt a sorozatot nézik, mert én sokszor hülyézek, tudod azért, már sokaknak ez nagyon fáj. Jó, csak tudod, az van, hogy ha alapvetően nem tud lemérni egy rohadt akváriumot, hogy hány liter víz fér bele, hogy hány deciméterszer, hány deciméterszer, hány deciméter, annyi liter. Tehát 70 centiszer, 40 centi, ugye, 7x4, 28, és 50 centi magas, mennyi 5x28, annyi literes. Érted? És ezt nem tudja megmondani. Nem tudja megmondani. Nem tudja, mi a deciméter. Nem tudja. Hát én is csodálkoztam mondjuk Rómába a piacon, amikor kérdeztem a vajat, és azt mondta, hogy hány ettóval kér. Mivel? Mert ott úgy mondják, hogy preo netto di burro, tehát kérek egy tízdeka vajat, ettó az a tízdeka. Tehát arról azt használják, nálunk nem használjuk a tízdekát, mondunk helyette, de az Olaszországban még működő ettó. Mert az ettogram is létezik, csak azt mi nem használjuk. Ez olyan, hogy mint a hektoliter, ugye a 100 liter. Nem használjuk, a hektot sem nagyon használjuk, de aztán az még megvan a fejekben. De például az ettót nem használják. A leginkább boros oldalra használják, így van. Tehát az van, hogy tehát le kell mennünk megismerni az igét. De mi lehet az ige? Ez, amit itt látsz most a képen, ez micsoda? Tudja valaki, mert itt azért már sok képzet van. De ismételjük, mondjad. Jó, mondjad bátran, tévedhetsz. Egy mondó, ez a megnyilvánulatlan ige, csak a mondó az nem egészen így néz ki. Miben tér el? Abszolút nem ér össze. Abszolút középen nem ér össze, így van. A mondó az egy toroid. Tehát az középen nem ér össze. Próbáld meg, Péter, megkeresni nekem a meru.org cégnél, vagy lapnál, a grafikáknál, a mondót nagyon jól lerajzolták, megcsinálták, nem tudtak tovább lépni, nagyon érdekes. Tehát ott eljutottak odáig, hogy működik. Miért? Mert ők az eredeti Bibliát próbálták értelmezni. Mert ez egy zsidó weblap. És ők az eredeti Mózes könyvét, meg az ő könyveiket próbálták értelmezni. Tele van atomfizikával, hozzáteszem. A Mózes is, meg tele van. Hogy kerül oda az atomfizikát, az csak valamikor a 20. század elején fedeztük fel a neutront is, ugye? Hát 1930-ban lett felfedezve, ugyanabban az évben, mint a Plutó, amikor a Plutót felfedezték. Tehát még 100 éve se ismerjük. Akkor hogy kerülne az a Mózeshez 3200 évvel ezelőtt? Hogy kerülne oda? Hát úgy, hogy ezeket a bibliai könyveket maga az Isten diktálta. Mit diktált le? Hát egy olyan komplex könyvet diktált le, hogy amikor megfejti az emberiség, akkor a materialisták is megtapossák a kalapjukat, meg a vallásosok is megtapossák. Mind. De az összes megtapossa a kalapját. Tehát akkora acsarkodást te még nem láttál, mint ami ki fog törni, mert mindegyik elkezd acsarkodni, mert ott dől meg a világképük, mind a kettőnek. És nem azt jelenti, hogy ők rosszat mondtak, hanem hogy végig ott volt a megoldás az órukra kötve, csak nem tudták megfejteni, mert lusták voltak, rányak voltak, nem figyeltek oda,
Mert a Biblia az egy hétrétegű rejtvény, olyan, mintha hétféleképpen lenne becsomagolva egy szöveg a számítás technikával. Tehát nem csak bezippelem, hanem utána beárjézem, meg mindenféle módon becsomagolom, és ezt a becsomagolt valamit, ezt látjuk mi most. Tehát a zipet látod, a becsomagolt szöveget látod, és te azt próbálod elolvasni, értelmezni. Na most az Isten olyan mértéktelenül ravasz, hogy még az is egy olvasható szöveg. Na, ezt képzeled, hogy csinálta azt meg, hogy hét rétegben be van csomagolva, nagyon bonyolult térbeli, egyébként térbeli mátrixba, nem ségbeli, hanem térbeli a Biblia szöveg, és a térbeli szöveg nem annyi, mint a ségbeli, mert te betűket próbálsz értelmezni. Igen ám, itt majd lehet látni a Merunál, hogy ők rájöttek, hogy ez egy térbeli betű. És meg is mutatja, hogy az Óhéber ABC-nek az összes betűje térbeli betű. Nem sík, te síknak gondolod. Nem, egy darab betűvel van leírva az egész bibliai szöveg. Azaz egy, úgy ahogy mondom, egy darab betűvel. Hát egy darab betűvel, hogy lehet leírni egy könyvet? Hát úgy, hogy ez egy térbeli betű, és minden vetülete árnyékképe egy önálló ABC betűt jelent. Képzeld el. Ja, és az egész latin ABC is kijön belőle. Amely még zűrösebb, képzeld el. Még zűrösebb. Az is kijön belőle. Tehát megtaláltad a Merut? Jó, mert hogy van-e, még az is kérdés ugye, hogy van-e internet éppen. Éppen csinálok. Éppen csinálja, telefonoddal gyártod? Na. Mert hogy ilyen problémák azért akadnak időnként, és szerencsére a Péter az nagy menő is, addig nem nyugszik, ameddig meg nem oldja. És az a lényeg, hogy ez a térbeli betű leírja az egész világegyetem keletkezését, működését, ott van az a térbeli betű, látod? És ilyen kézmozdulatokkal mutatják, hogy így tartja, úgy tartja, úgy tartja a kezét, az a térbeli betű a Bibliának az egyetlen betűje. Egy betű az egész. Csak innen-onnan egy árnykép. És ezt föl lehet, vagy 25 vagy 30 féle módon lehet nézni, úgy, hogy belerakod egy tetraéderbe, nem csak úgy össze-vissza forgatjuk, nem. Belerakod egy tetraéderbe, és élére lapjára, pontos elforgatási szögekkel elforgatod, és kijön belőle egy ABC-nyi betű. Különféle árnyképek. Na, azzal van leírva a Biblia, képzeld el. Azzal az egy betűvel. Ja, és térbe. Tehát nem síkba írt egy szöveget, hanem egy térbeli mátrixba írt bele egy szöveget. Az azt jelenti, hogy a tetraéderekből csinált egy ilyen őrült nagy piramist, és az őrült nagy piramisban apróbb és apróbb, egyre több, jobban eloszló kis tetraéderek vannak. Ez olyan, mint a Sierpinski háromszög, nem véletlenül maradt fent az. A Dalai-lámai kolostornak a falán ott van már 1200-ban, tehát nem a Sierpinski fedezte föl, meg nem a... Nem, ezek régebbiek. És ott van az a megoldás, az a nagyon érdekes. Ott van a kínai ősi jelben, ugyanaz a Sierpinski. Ott van a koreai ősi jelben, tessék látsunk ezt. Az a betű, ami a videók elején animációban lejön. Nagyon pontosan. Hát nagyon pontosan. Mi van az én összes videómnak az elején? Ez a betű van az elején. Tehát én azzal kezdem, hogy megmutatom neked a megoldást. Ja, hogy te nem figyelsz és nem jössz rá, hát az majd rájössz. Hát az egésznek az a lényege, hogy hagylak téged felfedezni. Nem az a jó tanár, aki helyetted megoldja a feladatot és elmondja neked, és akkor csak leírod és te már ilyen okos vagy. Egy francokat, az nem jó tanár. Ha úgy tanítod a gyerekedet, hogy mindig megcsinálod helyette a házi feladatot, akkor olyan összkomfortos kis hülye lesz belőle, hogy még nem láttál. Hát komolyan, na, néha tudod, elszínészkedik a gyerekek, hogy most már meghaltam, elaludtam. Persze, mert lusta megcsinál a háziát, és akkor össze-vissza szélhámoskodik. Abban a pillanatban, hogy kész a házi, mindjárt kipattan a szeme. Tehát látszik, hogy színészkedett, ugye? Te is előadtad, nem? Otthon. Te is. Én is. Persze, mindegyikünk előadta ezt. Szegény anyám csinál körmölt házi feladatot. Ugye, mert hogy ne kapjak egyes, de közben én szélámoskodtam össze-vissza, meg te is, meg én is. Mindenki, mindegyikünk szélámoskodott. Meg vagyok gyorsul a győződve, hogy olyan, mint csak én egyszer se csinált ilyet. Tehát ez a térbeli betű az,
amire, ami az, ez azt mondja, hogy ez a top betű, de nem ez az egy betű az, hanem az összes pontozatlan óéber betű, azt ebből a jelből kijön. Csak oda kell forgatni a megfelelő helyre, és ki fog jönni. Van a grafikus ábrázolások között ilyen mozgó mondó, azt, hogyha megtalálnád, annak nagyon örülnék, mert ott hagytuk abban, ott szakadt el a film, hogy mondó. És csak az én ábrámon, amit te most mondtál, ott kettő működik szembe egymással ilyen. Visszahallott saját magába. Igen, visszahallott saját magába, de két forrás megy egymással szembe, és úgy csinál egy rendszert. Majd arra is rá fogsz jönni, hogy miért tettem én azt oda. Mert mindig van értelme. Én bármikor el tudom játszani a hülyét, mindig mondtam a főnökömnek, és főnök, én bármikor eljátszom a hülyét, csak a hülye nem tud eljátszani engem. Tehát amikor rám akarta sózni az összes melót, mindenki linkeskedett, elmentek teniszezni meg Palatinusra, én meg meloztam bent a melegbe, és akkor mondtam, hogy hát persze, így is lehet csinálni, csak most legközelebb én megyek a Palatinusra, bocsika. Most te fogsz itt görnyedni, én meg megyek a Palatinusra. Mert ilyen van. Na itt van, forogva, ez az az ábra. Most ennek az ábrának van egy érdekessége, észre kell venni, mi is az? Van neki egy lényeges eleme. Na, mi lehet? Nem a három különböző, hat. Szerintem hat. Hány szín? Három, neked igazad van. De hat szegmens. És az a lényege, hogy középen egy luk van. Tehát ott középen nem kereszteződik. Erre nem jöttek rá, hogy ez a forgás, ez egy lényeges elem, hogy egyszer csak középen kereszteződni kezd. Tehát a toroid az olyan, mint a jeggyűrű. Azt mindenki tudja, hogy milyen. A jeggyűrű rajtam, most éppen nincs rajtam a jeggyűrű, de van nekem, és a lényeg, hogy ez a jeggyűrű egy karika. Függöny karika. Hát azt mindenki tudja, hogy néz ki. Csak hogy ez húsosabb, és a végén annyira húsos, hogy középen már a luk, már alig pici kis lukon látsz át, ez olyan, és akkor a végén már megkereszteződik, mert csavarodni is tud ez az egész rendszer, és amikor kereszteződik, akkor mi jön létre? Akkor jön létre a bindu, de akkor jön létre igazából egy olyan Möbius felszín, amire nem jött rá a Klein. Mi rájöttünk, de a Klein nem jött rá. A Klein palack, írd be a keresőbe, hogy Klein palack, az ugyanezt kereste, már a 30-as években erősen ezzel dolgoztak, mert keresték a bindúnak az alapját, hogy hogy működik. Na most az a nagyon érdekes, hogyha egy ilyen 8-ast egy leírsz a komplex síkon, akkor még egy 8-as is keletkezik az ábrádon, csak az 90 fokkal el van forgatva. Ha egy almaszerű felületet leírsz a komplex térben, akkor is 90 fokkal elforgatva egy másik almaszerű felület is keletkezik, és az a bindu. Az a bindu az kettőt csinál. A bi az a kettő. A du az meg még segédigeként megvan az angolban, az csinál valamit. Bindu az kettőt csinál. A binde az ilyen lánc. A németben. Kettő láncszem így összekapaszkodva. Ez a binde. De hát az ugyanaz. Csak ez nem olyan, mint a lánc, hanem huncutabb. Tudnélik, ez egy almaszerű felület, ami amikor középre ér a középpontjába, akkor átvált egy derékszögű másik almaszerű felületre, azt is végigjátsza, járja, és aztán visszavált, odavált, visszavált, odavált, visszavált. Hogy is kezdődnek a népmeséink? Egyszer volt, hol nem volt. Így kezdődik az összes mese, a jó mesék így kezdődnek. Hát magának a teremtésnek az első aktusával kezdődnek a mesék. A meséket miért is találták ki a gyerekeknek? A tudás átadására. És az nem mindegy, hogy mi van benne. Tehát a sárkány akárhányfejű is lehet, nem komám, a te kis hülye fejedben, igen, de egyébként nem.
Mert a hétfejű sárkány, meg az ötfejű sárkány az lehet, de bár akárhány fejű sárkány nem lehet. Mert nem arról szól a történet, hanem a fénykvantumról, vagy a térkvantumról. Tehát nagyon precíz, fontos szerepe van neki, ha értenéd, csak hogy nem érted, és mit csinálsz? Nagy arcoskodsz, mert az ember már csak ilyen. Én is. Nagy arcoskodik. Hát így működik. Van, aki már azt írkálta a izébe, a kommentekbe, hogy én csak a hatalmat akarom, meg a csodáljanak engem, a fenese. Én rájöttem valamire, és azt elmondom nektek, és az a nagyon érdekes, hogy mindenhol működik. Teljesen mindegy, hogy biológus vagy, fizikus vagy, kémikus vagy, teljesen mindegy. Mert a kémikus vagy, soha a büdös, a rohadt életben nem mondta el neked senki, hogy hogy működik a változó vegyérték. Elmondták? Valahol hallottad? Nálam. Igen, máshol nem. Ugye, egyszerűen nem. Pedig nyilvánvaló, ordít, hogy miért van, mert tessék majd azt is észrevenni, hogy a vegyértékváltozás korrekt hőmérsékletekhez tartozik. Tehát a vas bizonyos hőmérsékletnél vált vegyértéket. És kész. De csak ott vált olyan vegyértéket, és nem mondom, visszavált. De mi az, hogy több vegyértékű? Ilyen, nem ennyi vegyértékű, hanem annyi. Hát úgy, hogy ha energia, fény van az atomokban, belezárva, beleraboskodva a neutronjaiba az atomnak, meg a protonjaiba, akkor azok a rabulesek fénykvantumok, azok egyfajta káoszt hoznak létre az atomon belül. És ez egy komplex teret áraszt ki. Egyébként is nagyon bonyolult egy neutronnak, vagy egy protonnak a hullámtere. Őrült bonyolult. Tehát az egy hihetetlen bonyolultságú valami. Tehát ilyen 740 ezer dimenziós egy hidrogénatom. Hát az őrült bonyolult. Tehát annak semmi köze ahhoz, amit képzelnek. Azok, amit mi látunk, azok eredők. Tehát az az eredmény. De hogy az miből jön létre, talán azt kéne tudni. Hogy miért olyan nagyon bonyolult az a valami. Mert hogy leírták a Bohr-féle atommodellt, így kering az elektron az atom, akkor mindenhol ezt mutogatják. Bolcsika, azt már 100 éve el kellett volna dobni. Maga Bohr is azt mondta, hogy ez csak ilyen munkahipotézis. Ezt mondta róla. Nem azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy atom úgy működik, hanem azt mondta, hogy ez egy munkahipotézis, és akkor lehet, hogy a P rétegben így megy, de azt sem, mert egy kicsit gerjesztem az atomot, akkor elkezd változni, egészen más hullámtereket kezd csinálni maga körül, és időként fogja magát ez a hülye elektron, hogy így átmegy az atomon. Az atom magon. Na de, hogy megy át az atom magon? Tessék csak utána nézni. Ez igaz? Na de hát az egy pakolt, sűrű valami. Hogy megy át ott a francba az elektron? Na, hogy megy át, ki tudja? Multiplex üzembe megy minden, és az atom is multiplex üzembe megy. Tehát ez a dimenziórendszer rettentő bonyolult, maga a téridő is. És amikor erre valaki rájön, akkor rájön az, hogy kell űrhajozni. Nem hülye rakétákkal kell űrhajozni. Most már ebből ki kéne nőni. Tűzjáték rakétákkal űrhajozzunk, hát ez egy vicc. De ebből most már illene kinőni. És nem is rakéta meghajtásokban kell gondolkodni, nem is napszélvitorlásban kell gondolkodni. Mert ha megnézed, akkor ezek a roppant haragos zöldek, ezek sem tudnak semmit kitalálni. Nem. Mert aki kitalál valaki, azt agyon, valamint, azt agyonverik. Tényleg. Azt a nagy multik úgy agyonveretik, hanem ő veri személyesen nagyon, csak azt mondja. És akkor így működik. Majd lesz egy hülye, aki ezt elvállalja, hogy 5 rubelért. És akkor megcsináljuk. Szerjózsa 5 rubelért ledob az emeletről. És ledob. Így működik. Mindig lesz egy Szerjózsa. Tök mindegy, hogy az 5 rubel, vagy 5000, vagy 10, 50000, az tök mindegy. Az csak egy szám. Ennek a gangsternek meg pláne egy szám, tehát odaadja neki a pénzt, aztán lelövi, mint a kutyát, és kiveszi a zsebéből, aztán jó. Ennyi volt. Megkaptad a pénzt, ugye? Megkaptad. Ja, hogy hát ez ilyen fejedben golyó, de jó. Így működik a világ. Őrület. Őrület. Tehát ez már egy ilyen bonyolultabb felület, ez a Klein-palasztnál jobb felület, amit most a Péter hátam mögött mutatott. Tessék észrevenni, hogy dimenziót vált, belül keletkezik egy üreg. Tehát ott kifordul ez a rendszer is. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy ennek a rendszernek is van egyfajta jelene, azóta a kereszteződésben van.
És az időforrásnak is van egy jelene. Akkor az egy ilyen forgási lendiszkáta lesz, hogy lehetne azt lefordítani egyszerűre. Egy fekvő 8-ast megforgatsz egy tengelye mentén. Azt el tudod képzelni. Akkor keletkezik egy ilyen úszógobiszerű felület, de az középen egy pontban találkozik. Tehát nincs rajta középen luk. A kínaiaknál megtaláltam ezt a valamit, úgy hívja, hogy kapuja sincs átjáró. Itt van ez a forgási lendiszkáta, egy kicsit pixeles, de azért látszik rajta, hogy miről beszélek. Megforgatsz egy 8-ast így. Így már el tudjátok képzelni. És az a nagyon érdekes, hogy amikor megforgatod, igazából már amikor kereszteződik, mert nem kezd forgatni, amikor ez a felület kereszteződik, akkor megkettőződik, és keletkezik egy rezgés a két állapot között, az a hol volt, hol nem volt. Mert a nem volt, akkor is volt valahol, mondja némelyik mese, akkor volt a túloldalon. Ez a tükörvilágban, és ebben a világban, tükörvilágban, ebben a világban, és ezt csinálja a végtelenségig. Nem tudja abbahagyni. És ez benne a lényeg, hogy ez a valami az univerzumban az atomos. Tanultunk az atomosról, azt mondták, hogy azok az atomok. Az atomos, hogy mi volt, mit jelent görögül? Oszthatatlant jelent. Ugye oszthatatlan, csak hogy egy nagy baj van ezzel az atom osztható, elektron, proton, neutron, például egy hidrogén atomban, ugyanott nincs neutron, csak a deutériumban, de akkor is. Elektronra meg protonra osztható. Tehát már nem jó az egész, és nem jönnek rá. Tehát nem kiabál be senki, hogy mesztelen a király. Pedig illene már be kiabálni, hogy mesztelen a király, mert mesztelen. És mindenek kilóg. Szemérmetlenül kilóg mindenek. Lehet, hogy ebből meg lehet élni még 50 évig, csak hülyíti a világot maga körül ez az ember, mert azt hiszik az emberek, hogy ő igazat mond, pedig nem. Mert az atomos az azt jelenti, hogy oszthatatlan. Az atom az meg osztható részekre, most még kvarkokra nem is mentem le, de osztható részekre. Ha részekre osztható valami, akkor nem jó. Vagy az is lehet, hogy az atomosra ez is jó, mert hogy az elektron meg a proton akkor egy részecske. Érted, mit akarok mondani? Tehát az egyik barion, fermion, tudom, ne is mond. Csak egy nagy baj van ezzel, hogyha én ezt az elektront, amit én vittem valamová egy kilométerre, piszkátolom valamivel, rezgetem, akkor a hozzátartozó proton is rezeg. De csak a hozzátartozó proton. Érted? Nem az összes proton rezeg egy anyagban, hanem az egy proton elkezd rezegni. Ha én ezt a protont rezgetem, akkor a hozzátartozó elektron a drót végén, ami valencia sávban van, messzire elvezettem, jó, de az azt jelenti, hogy vezetési sávban van már, elszabadult az atomtól, szabadon kóborolhat a drótban. De hát ez is egy olyan dolog, hogy szabadon kóborol a drótban. És akkor azt mondták, hogy hát ez felhő. Hát mondom, jó, én inkább ezt a felhőt inkább folyadéknak nevezném, elektron folyadéknak, és itt a Műszaki Egyetemen csináltunk egy mérést a nyomószilárdság mérőgépben. Azt javasoltam, hogy tegyenek a mintára két darab csillámlemezt. Ugye azt rá lehet tenni, az nem változtat. Jó, nem. Rátették a csillámlemezt. Most kezdjétek el nyomni. Jó. És amikor nyomjátok, már jó megnyomtátok, akkor egy dróttal zárjad rövidre a gép testével. Nagyot fog kattanni a gép, ugrani. Mit csinált? Ezt. Ugrott és kattant, és szikrázott. A vas darab szikrázott. Miért? Értitek, mi a baj? Hogy abban a vas darabban összenyomtam az elektronokat, mint egy víztartályt, ugye? Az elektron folyadékot összenyomtam benne, több mint egy részdarabbal is működik meg mással. Túl puha fémekkel nem olyan jó, mert nem látványos akkora, ugrás nincsen, de a mennél szilárda, annál jobb, amit nehéz összejönni, az nagyot kattan,
Ugye, mert abban nagyon nagy nyomást tudok csinálni, és bizony az nagyot fog kattanni. Mert hirtelen összeugrik a két mérőpofa, mert a nyomást én azzal, hogy kivezetem a túlnyomásban lévő elektronokat bele a géptestbe, a földet géptestbe belevezetem, abban a pillanatban ugrik egyet a gép. Na most miért nem jöttek erre rá? Nem használtak csillámlemezt. Mert nem használtak csillámlemezt, eszük ágában sem volt. Ugye? És beletesznek egy nyomószilárdságmérő gépbe, a két acélpofa közé, az egész gép le van jól földelve, megnyomod, az elektronok szépen belemennek a géptestbe, senki semmit nem vesz észre. Na értitek, mi ezzel a baj? Hogy alapvető dolgokat nem, ott van a lehetősége, én egy hülye outsider vagyok. Én egy senkiházi vagyok. Én csak mondogatom, hogy mint a Schusterin a szél, ezt terül a király. Én mindig ezt mondogatom. És higgyétek el, hogyha utána néztek, utána mértek, próbáljátok ki, akinek van nyomószilárdságmérő gépe, egy mintatestet áldozzon fel, két lemezke csillámdarabot áldozzon föl. Az egy ilyen ásványi anyag, egy ilyen jó szigetelő ásványi anyag, és működni fog. Működni fog, amit mondok. Mert ez a lényeg. Ugyanúgy, amikor méregettem a Dacia bűznéjével a Ceausescu átka volt, és a porlasztóban eldugult ilyen szar sáros áfor benzin volt még, és ilyen sáros volt a benzin. Tele volt ilyen sárral, nem tudok más mondani. És eldugult tőle időnként az a finom kis dűzni. Volt is hozzá rendszeresítve egy ilyen kis acéldrót, amivel ki lehetett a dűznét piszkálni. Azért volt hozzá rendszeresítve, rendszeresen eldugult. De nem azért, mert rossz volt az autó, hanem azért, mert egy szemét volt a benzin. Na, és hát a rongyon keresztül kellett megszűrni, hogy a sarat ne tegyük bele, vagy nagyon-nagyon szar volt az egész. És az volt a lényeg, hogy ott is az volt, hogy szurkáltam kifelé a dűznét, lent az utcán, ott a házunk előtt, szurkáltam kifelé a dűznét, nézegettem, hogy jó van, most már át lehet rajta látni, visszacsavartam a helyére, és a dobozban voltak még dűznik. És akkor volt, nézegettem, hogy azok lukassak-e, vagy be vannak dugulva. Mindegyiken átnézegettem sorba. És akkor érdekes dologra jöttem rá, volt ilyen után gyártott dűzni hozzá, valamelyik maszek gyártotta, az már nem, nincs is ilyen, hogy maszek, az a magánszektornak volt a rövidítése, tehát akkor már kezdték megengedni valakiknek, hogy valamiket, alkatrészeket esztergályonak csináljanak, és eladják, mert hogy ők nem tudták megcsinálni, hülyék voltak hozzá, de nagyon mutogattak, szóval ismertük ezt, és nézegettem ezt a dűznét, és hogy nem, alumíniumból volt meg ilyen bronzszerű rész, nem tudom miből. Nézegetem, az eredeti az ilyen bronzszerű anyagból volt, ez meg ilyen alumíniumból volt után gyártva. De méretre pont olyan volt, nagyon pontosan volt megcsinálva. Ugyanaz a kis acéldrót ugyanolyan módon ment bele, szóval húzósan ment mind a kettőbe, tehát a lyuk ugyanakkora volt, kaliberre ellenérve ugyanakkora volt. Csak egy nagy baj volt vele, kinézek rajta, és a rész dűznén nagyobb látós szögben látok, mint az alumínium dűznén. Ez nem lehet. Hát ilyen nincs. És akkor nézegettem, és hát ilyen fölvittem egy rezet meg egy alumíniumot, lézerem volt otthon, egy gázlézer. Fölraktam, felszereltem egy lézerpadra, megcsináltam, kivilágítottam rajta, más eltérítést csináltam. Rohantam az eltérre a Magpalihoz, az egy fizikus volt a Magpali, szegény TBC-ben halt meg, mert nem ismerték fel a TBC-t nála a professzor úr. A rettentően beképzett professzor nem ismerte fel a TBC-t, szegény ott hagyta a fogát a kórházban. És a kóbacillust azért már kicsit régebben felfedezték, tehát már azért nem másra kellett volna kezelni, hanem TBC-re, és mindjárt jobb lett volna a helyzet. És az a lényeg, hogy rohantam a Magpalihoz, és azt mondja, hát ilyen hülye vagy, hát a felületi érdességet, ezt se tudta, tehát jaj. Hát kullogtam elfele bánatosan. Hát felületi érdesség, erre tényleg nem gondoltam, mert biztos nem egyformán volt polírozva, és ezért csinálta az elterítést. De hülye vagyok. Hazamentem, persze nem nyugodtál, te se nyugodnál, nem nyugodtam, és akkor
kitaláltam, hogy csináltam ólomból egy karikát, meg műanyagból egy karikát. Ilyen alátétot, ilyen ekkorát. Mindegy mekkora, szóval ilyen kicsi is jó, ilyen nagy, mindegy. Csináltam vele, és akkor csináltam hozzá egy szegecset, amiben egy akkora pici luk volt, hogy épp átment rajta a fény. És beleraktam a műanyag karikába, beleraktam az ólom karikába. Mentem vissza a Magpalihoz. Na, erre mit szólsz? Az ólom karikában sokkal nagyobb, láthatóan nagyobb volt a látószög. Kockás papírra kimértük, mint ilyen milliméter papírra. Mondom, nagyobb. Hát, de miért van? Azt nem tudom. Ez ennyi volt. És akkor ezt utána publikáltam. Angolul publikáltam. Magyarul, oroszul. 0,0 volt a reakció. Pedig a gravitációs hullámok felfedezése volt. Mikor? Hányat írtunk akkor? 90 körül volt, így van. Már akkor felfedeztünk. Egyébként már akkor felfedeztem én a gravitációs hullámokat, mikor leírtam a téridőt, és azt bizony 84 decemberében írtam le. Dacia az máskor volt. Hamarabb volt, mert a Dacia előbb volt. Így van. Mert mi 85 óta vagyunk együtt a feleségemmel, és hát én már akkor ezzel erősen foglalkoztam, és akkor én már leírtam a téridőt. És aki leírta a téridőt, az felfedezte a gravitációs hullámokat. Mert a téridő egy hullámforrás. A téridő az nem egy koordinátarendszer, hanem egy hullámforrás. Ugye a teret egy koordinátarendszerrel akarja leírni, hát az ott ragadt valahol az autókednél, ott ragadt anyilag. És nem tud onnan eljönni, soha az életbe oda ragadt hozzá. Pedig a téridő egy dinamikus valami. Különben, ha nem lenne dinamikus, még ősrobbanás sem lenne. Mert mitől repül szét, tudod? Kézgránát elmélet, vagy mi ez? Mitől robban szét valami? Mitől repül szét valami? Tudom a nyomást, tudom, ne is mondom. Nagyon nagy nyomás volt, nagyon nagy hőmérséklet, értem? Hát baj van vele, ezzel is baj van. Mert kifelejti az antianyagot, hol van? Akkor azt mondták, hogy hát igen, de az antianyag meg az anyag az összeveszett, mind megsemmisítették egymást is, ami megmaradt az az anyag. De ez se szimmetrikus, tehát nincs meg a paritás. Nem szimmetrikus, mert akkor hogy maradhatott több? Vagy valahol el van bújva még az antianyag egy része, vagy valami ilyesmi. Tudjátok, hogy hol van az antianyag? Itt. Itt, ugyanitt, ahol mi vagyunk. De ott ülsz antianyagból is. Csak nem egyszerre. Tehát amikor antianyagból ülsz ott, akkor nem is létezik ez az anyagi testet. És fordítva, amikor ez az anyagi testen létezik, akkor az antianyagi nem létezik. Tehát ezek felváltva léteznek. Ugyanaz, mint ahol volt, hol nem volt. Tehát az, aki ezeket a meséket leírta, az tértechnológiában nagyon büfé volt. De nagyon. Csak egy nagy baj van, senki nem értette, mert mindenki koordinátarendszerekkel görcsön. És az idő, hát az meg egy még viccesebb vicc. A Klein miután ezzel a kifordított kancsóval próbálta leírni az időforrást, én tudom, hogy azt próbálta leírni, hát az már ott járt vele, majd ő volt a string elméletben is ott volt, a Kaluza meg a Klein, tehát ezek ott azon dolgoztak, 30-35, abban az időben már nagyon dolgoztak rajta, meg is csinálták. És az benne az érdekes, hogy valamikor 30-35 környékén, 40 környékén már tudtak olyan tértechnológiai űrhajót csinálni, ami nem rakéta volt. És nem rakétahajtóművel működött az űrhajó, hanem egy térforrással. Egy darab fénykvantum működtette az egészet. Egy, azaz egy darab fénykvantum. Csak ez a fénykvantum más, mint ez a fény, mint amit világít, mert a téridő az egy kicsit más. Kevesebb forrás van benne kettővel. És előbb van a létezésben, az nagyon lényeges. Ha nincs előbb a létezésben, nem működik a dolog. Tehát mi az, hogy a létezésben előbb? Hát ugye kezdetben vala az ige, mi volt az ige, elkezdett valamit csinálni, keletkezett egy ilyen oszcilláló kis forrás, ami egy vízelemet árasztott ki, és ez a vízelem egy terjedő időrendszer. Csak idő, ott még nincs tér. Annyira nincs tér, hogy nem is lehet igazán beszélni ezekről a koordinátákról, amit akarunk most itt mondani ezzel kapcsolatban, vagy kellene, mert nem létezik ilyen.
ha itt van egy pont, és elkezd, ez egy időforrás, elkezd nőni, mi van ezen a felszínen, ami nő? Az egész felszínen. Ugyanaz a kezdeti pillanat távol itt kint. Vagyis, hogy ez a hatalmasra dagadó, fénysebességgel dagadó felület, ez egy pont. Érted, mi mondom? Hát ugyanaz az időpont van rajta, bárhonnan nézed. Az egész felületen egy darab időpont van. És ugyanaz az időpont. Tehát nagyon nehéz elmondani, már csak azért is, mert hogy ez nincs a fogalomrendszerünkben. Hát ezt elmondták nekünk, ezért nem értette senki, mert mindenki három dimenzióba próbálja megoldani a feladatot, az közben négynél kevesebben nem is lehet. Ha már ilyen asztalról beszélsz, vagy valamiről, mert az asztalt is léteztetni kell az időben. Léteztette ez bárki az időben felé. Lerazolják a térben, és úgy gondolják, hogy attól kezdve már létezik az időben is. Ha megcsinálod, és létezik ez az asztal az időben, az rendben van. De ha csak kitalálod, az még nem létezik az időben. Úgy nem, ahogy, mint tárgy, úgy nem létezik. Na itt a Klein palack, amit most mutat a Péter, ez egy ilyen önmagába visszakanyarodó felület, és ha belemegyek ebbe a tölcsérbe, akkor kijövök a tölcsér túloldán, kijövök a külső felületre, aztán belül, aztán kívül, aztán belül, és ez váltakozik. És ugyanez van annál a lemniszkátánál, amit az előbb mutogattunk, ugyanez van, hogy bent van, kint van, bent van, kint van, és az az érdekes, hogy itt annyiba tér el a komplex térhöz képest, hogy ez váltakozva létezik. Tehát hol az egyik létezik, hol a másik létezik, hol az egyik, hol a másik. De felváltva léteznek. És a felváltva létezés, ez a világegyetem alapja, az az ige alapja, hogy így működik. Ez okozza a kiáradást, ez okozza a dinamikát, ez okoz mindent, és ez maga az idő. Ez még nem téridő. Téridő majd akkor lesz belőle, hogyha elkezdik ezek az időforrások egymást a hullámtereikkel taszigálni, mert tudják. Tehát lesz köztük egy kölcsönhatás, azt meg hogy hívják a Bibliában az elején? Szerinted? Kölcsönhatást hogy hívhatják? Hát valami folyamatnak kell a kettő között lenni, hogy létrejön a következő, a következő, a következő. Hogy hívják? Hát törvény. Kezdetben volt a törvény. Ugye ez az időnek a törvénye, de ez nem történelem, meg vekkeróra, meg hagyd ezeket a hülyeségeket, hát nem arról szól, hanem az idő, az egy transzcendens létező. Mit jelent az, hogy transzcendens? Nem megfogható, mint a rádióra. Van itt Petőfi rádió? Itt. Van. Szólna itt a Petőfire? Szól. Kossuth szólna? Az is szólna. Ha 5., 6., mit tudom én, szólna egy csomó, 10-15 rádióállomást lehet nézni. Vagy hallgatni, vagy tévét is. Kihúzza az antennát, és működik. Már itt most már rosszul működik, mert digitális adás van, szóval azok a régi tévék, ezek már mennek a lecsóba. De nézzetettem, hogy nehogy leverjem a mikrofont, mert néha már a lábom alatt van. És ez a Klein palack, amit a Klein már a 25-30-as években, már 100 évnél régen, vagy majdnem 100 éve már felfedezett, ez a rossz megoldás. Tehát nem a jó megoldás. Akkor elkezdték az időszálakat, próbálták megfejteni. Az volt a string, a cipőfűző elmélet. A cipőfűzőt is úgy hívják, hogy string, az egy ilyen kis cső alakú, mint tudod milyen a cipőfűző, mint egy kis cső, és szövött cső. És akkor úgy próbálták ábrázolni, hogy van egy ilyen rugó, mint a füzetrugó, tudod, a rugós füzet, amely spirálfüzet, ismeritek. Na, az ilyen rugószerűen próbálták ábrázolni, hogy annak a végén megy egy ilyen időforrás, és az egy ilyen nyomot hagy hátra maga mögött, mint az a rugó, és akkor egy ilyen cső lesz belőle, és az a száluniverzum, így keletkezik az át. Mert ugye mit kellett csinálni? Haladnia kellett neki, mozogni kellett tudni, meg forogni. Ezt a kettőt belerakták. Egyébként jó felé kaparáztak, nagyon jó felé, mert ezt a kettőt valóban kell. Csak egy valamit kihagytak belőle, léteznie is kell. Ez olyan létkérdés. Ismered ezt a mondást? Ez olyan létkérdés. Hát azért
jópofiznak ezzel úgy, tudod miért? Mert fogalma nincs, hogy mi az, hogy létezni. Tehát mi a létezés? Nem definiálta. Mindig elment mellett, eldobáltak mellette, nem, azt nem oldották meg. Nem fontos. Olyan, mint az idő, hát nem fontos. És akkor a filozófusok meg a pszichológusok kezdték ezt piszkálni, hogy mi az, hogy létezés is. Hát nem az. De az az ige, az ott már megvan a János könyvében, hogy kezdetben van az ige. A kezdet az egy folyamat, tessék majd észrevenni. Tehát amikor elkezdődött az egész világ egyetem keletkezése, nem a Föld, meg nem, még az egésznek a keletkezése, már akkor is volt valami a rendszerben, csak ez a valami, ez nem az anyag, nem a fény, nem az energia, nincs meleg, nem köz semmi. Semmi. Egy időforrás kell hozzá, pontosabban nem egy kell hozzá, hanem minimum kettő kell hozzá. Ezek egymást így elkezdik taszigálni, itt lehet látni az ábrán. C az azt jelenti, hogy fénysebességgel tolják el egymást. Amikor a kezdő hulláma eléri a másiknak a forrását, akkor a forrást kezdik tolni. Keletkezik egy ilyen ábra. Lányok, hordtatok ilyen fülbevalót a fületekbe? Nézd csak oda, ott arra az ábrára. Gyanús? Hogy egy ilyen kör, ilyen elcsúsztatott kör, ugye? Hogy ilyen féloldalasan vannak benne a körök. Bizony, ez egy nagyon kedvenc női fülbevaló. Miért jó? Mert magának a teremtésnek a rezgését hozza oda, ide a fülére. Az jó helyen van? Igen. Nagyon jó helyen. Ha már hülye volt, hogy kilukasztotta a fülét valami akupunktúrás ponton, akkor legalább mi legyen benne, hát legalább egy teremtést oda hozó fülbe való, hogy az energiát közölje a gazdájával, vagy pedig ilyen tűzelemet is hordanak a fülükben. Ők az egy ilyen háromszögletű, mint az egyházunknak a jele. Az pontosan ahhoz hasonló, bizony. Meg az összes kifikben ez a jel van a parancsnokokon. Nem véletlenül van ez a parancsnokokon, ugye? Mert az Isten ravasz, de nem rossz indulatú, mondta az Einstein. Hát de miért? Hát ki rakja eléd a megoldást? Az összes kifikben, az összes gyerek azt nézte, és izgult, és harcol, és meg. De közben azt az ábrát nézte, számtalanszor látta, és ez miért jó? Mert beíródik a fejébe, és egyszer talán lesz egy világos pillanata, ritkán van, de mondjuk egyszer lesz, és amikor egyszer fölvillan az, jaj, de hülye vagyok, hát ez végig ott volt előttem. Mert az Isten ravasz, de nem rossz. Akkor oda rakja neked. Mit mutat nekem tegnap a feleségem, a gép előtt ültünk? És rámutat a nyomtatomra, hogy te, az ott nem egy Möbius szalag a gépeden? És tényleg a nyomtatómon ott volt egy ilyen Möbius szalag ábrázolva. Én azt még sose láttam. Komolyan, az már évek óta megvan. Én még azt a Möbius szalag sose vettem észre. Nem is néztem oda. Mert nagy arc vagy, és elnéz, nem fontos is, elmész fölött. Tehát kis címke, kis izé. Na, tetszett nekem annak idején, volt egy ilyen cég valahol Zalaegerszegen, vagy hogy volt egy cég, Möbius húsipari vállalat, vagy ilyen. Möbius, az volt a neve. Írok nekik, hogy ha havonta nem küldenek egy szalámit, akkor azt fogom mondani, hogy egyoldalú táplálkozás. Mert a Möbius szalag az egyoldalú. Megszűnt a cég. Lehet, hogy ez valahogy eljutott hozzájuk, és megváltoztatták a nevüket. Vagy nem tudom. Megszűnt a cég. Én azóta nem hallottam róluk. Mert ugye egyen Möbius hús terméket, itt az egyoldalú táplálkozás. Ugye persze, hát a Möbius szalag az egyoldalú. És ez a széttaszító, a vízelemeket széttaszító valami, ez az első kölcsönhatás, ez a törvény elkezdik egymást szétfele tolni. Hát ebben azt a büdös életben nem lesz semmi, de egy valami már lesz belőle. Fénysebességgel mozgó időforrások, és ezek a fénysebességgel mozgó időforrások már egy lépés egy következő helyzethez. Mert ha három ilyen forrást veszel kölcsönhatásba, nem kettőt, akkor már egymást fölgyorsítják, 1.72-re fölgyorsítják egymást, mert hogy két területtől egy harmadik forrást
ez erre tolja egyel, ez erre tolja egyel, ugye két gömbfelület közé beszorul egy harmadik, ez erre tolja meg egyel, ez erre, és rajzod le a vektorábrán, az bizony az eredőben nagyobb lesz, mint egy. Mert ez az a, ez a ábra, amit előbb láttunk, az, az nem, az csak egyet tudja megtolni. Na de egy ketten nyomnak meg egy harmadikat, na az már képes megtolni, az már átlépheti a fénysebességet. Átlépheti? Miért lépheti át? Nincs tömege. Átlépheti, miután nincs tömege, lazán átlépheti a fénysebességet. És ezt majd meg is fogja csinálni, és ez, amiről most beszéltünk, amit most mondtunk el, a keletkezését, ez nem más, mint a tőzelem. Úgy van. Ez a tőzelem. És nem a láng. Itt van a vektorábra, tessék megnézni. Tehát ez, ez itt a vektorábra, egyel tolja az egyik erre, egyel tolja a másik arra, és 1,70 mennyivel tolja, meg 72-vel meg tudja tolni egymást. Tehát ez három felgyorsult tőzelem fog keletkezni, és ezek rohangálnak, ebből még mindig nem lesz semmi, és már volt három ős forrásunk, és még mindig nem lett bőle semmi, mert ez így még nem alkalmas a teremtésre. De már út arra, hogy a káosz gerjedjen. Ez a káosz, vagy mező, ahogy szokták nevezni újabban, mezőnek hívják. És ez a mező nem a, nem a rét, amin a fű, meg a kis pillangocskák repülnek, ez nem az a mező, de a mező, és ezt, ezt a fizikában hívják mezőnek, és ebben a mezőben van a tűzelem, meg a vízelem, vagyis hogy egy álló időforrás, meg egy rohangáló időforrás, ami gyorsabban rohan már a saját terjedésénél, és ezért ez egy kúpos időrendszert hoz létre már, ugye, mert gyorsabban mozog, mint ahogy terjed, mint a motorcsónak hulláma, hát azt tudod milyen. A hullám lassabban terjed, mint ahogy megy a motorcsónak, akkor egy ilyen V alakú hullámot csinál a víz felszínén, vagy a vadkacsa, úszik a vizet, olyat már láttatok. De nem kell hozzá nagy kísérleti laboratórium, hogy elgondolkodjál. Leülsz és gondolkodol. Ülsz a tóparton, nézed a vadkacsákat, már rájöhetsz a vízelemre, a tűzelemre, sőt, még ha egy kicsit figyelmes vagy a levegő elemre is, hogyha a vadkacsák körbeúsznak, akkor egy spirális hullámot tudnak kelteni, ha olyan sebességgel úszik. Spirális hullámot tud kelteni, ugye? Mert a hullám terjed kifelé, de közben ő körbe mozog, és ennek a körmozgásnak egy spirálisan terjedő hullám lesz az eredője, képzeld el. Csak hogy a spirálisan terjedő hullám nem marad fönt, mert nem marad fönt. Ez a, amikor körbe megy egy forrás, így terjed a hullámtere. Itt megy az a pici kis forrásocska, így terjed a hullámtere. Tehát ennek megvan a geometriája, megvan a fizikája, megvan minden. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy ez csak egy duma, akkor azt mondom, nem. Kicsit gondolja utána. Nem baj, ha utána gondolsz, hogy az nem, nem baj. Szabad leülni, gondolkodni. A francia forradalom óta állítólag gondol a szabadságba. Hát akkor szabadulj el a rögeszméjétől, és kezdj el gondolkodni. És jó, jó érzés lesz, ha följönnek az eredmények, és kijön neked, és kiszerkezted. A francba terjed. Hogy megy a tüzelem? Mozgass egy pontot gyorsabban, mint ahogy terjed. Hát mit tudom, hogy terjedjen úgy, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 centi, de gyorsabban mozogjon, mint 1 centi. Legyen 3 centit mozogjon, és csak 1 centit terjedjen a gömb. És akkor lesz egy ilyen körsorozatod, ami egy ilyen gömbsorozat lesz, igazából annak a metszete, és akkor szépen ki fog jönni a tűzelem, és a szerkeszthető lesz. És hogy nem, meg lehet találni mondjuk Marokkóban a templom tetején ezt az ábrát, úgy, ahogy van. Egy kis gömb, nagyobb gömb, még nagyobb gömb, még nagyobb gömb. Képzeld el, kitették. Érti valaki, azt hiszed? Ó, dehogy, nézik, így. Jaj, de szép, be van aranyozva. Tehát azt látja, hogy be van aranyozva, vagy aranyból van, vagy mit tudom, de csak azt látja, hogy az miért olyan? Hát, mert úgy szép, nem gondolkodik rajta. A fizikus se, hogy az mit ábrázol. Hát az valamilyen ilyen vallási hülyeség. Hát, nem hiszünk ilyenekben. Az közben meg tudhatná, hogy milyen a tahion, mert ez a tahion. A vízelem, ami áll, az a tardion. Minden tardion, ami lassan mozog a fénysebességnél.
mindennek a hullámtere tardionszerű. És mindennek tahionszerű hullámtere van, ami gyorsabban mozog a fénysebesség. Hát ez nem olyan borzasztó nagy dolog. És a, mondom, vadkacsával meg lehet érteni. Hát akkor meg miért, mit kell ezen görcsölni? Tehát nem kell hozzá, mit tudom, milyen vizsgát meg. Nem kell. Amikor megérted, akkor érted a teremtést, hogy hogy teremt az Isten. Mert ez még csak a kezdeti lépés, de majd bonyolult lesz, ez nagyon bonyolult. Hiszen látjuk, itt van a bonyolult világ. De ha tudjuk a kezdő lépéseket, és ebből levezethető az egész világ úgy, ahogy van, na az jó, az nagyon jó. Tehát nem fogunk itt egymás torkának esni, hogy egy Isten van, vagy három. Ugye, mert a Atya, Fiú, Szentlélek az három, ameddig mi egy istenesek vagyunk, de azok ott a három istenesek. És akkor egymás torkának esnek kaszára, kapára, azt közbe meg, pontosan ugyanarról beszél mindegyik. Csak már nem érti, elfelejtődik. És akkor azt hiszi, hogy azt borzalmasan kell védeni, de borzalmasan. Igen, de a tudást is védeni kellett volna, amit elfelejtettél, azt nem védted. Az a probléma, hogy védeni, azt is védeni kell. És ez a tudás, ez mindenhol megvan, tehát ezt meg tudom nektek mutatni a majáknál. Meg tudom mutatni Ázsiában, az összes népnél. Mindenhol meg tudom mutatni, Japánban. Bárhol, ahol emberek élnek, mindenhol meg tudom mutatni. Komolyan. Csak nem tudja, hogy mi. De ezért nagyon védi, meg őrzi, csak nem tudja, hogy mi. Szóval mit tudom, én azt olvasom, hogy hát a rómaiak azok ilyen hülyék voltak, mert az ilyen kúpokba hittek. Ilyen kúpok. Azt tisztelték, a kúpokat tisztelték, hát ezek teljesen hülyék voltak. Akkor a szkítákat megkérdezték, hogy hol van az Isten. Mi vagyunk a szkíták, szóval. Hol van az Isten? Mondták neki, hogy Isten, hát mindenhol. Te nem tudjátok, mert a Zeus, ugye, az fönt van az Olimposzon, na az az Isten, az ott fönt van az Olimposzon. Voltunk az Olimposzon, nem láttam, hogy senki Isten. Na, szóval, de vagyis, hogy láttam, mert hogy az Olimposzt láttam. Mert az Olimposzt is Istenből áll, meg az asztal is, hát persze, tehát láttam én az Isten. Megkérdezett valakitől, egy paptól, hogy látta-e már az Isten, feldúltan fog futkározni, minden lesz. Most, hogyha ő a Bibliáját figyelmesen olvasta volna, akkor a János könyvénél már meg kellett volna, hogy akadjon. Minden, ami lett, az igéből lett. Akkor mi áll Istenből, vagy igéből minden? Akkor hol van az Isten? Láttad? Hát nem láttál mást. Soha semmi más, semmit nem láttál, mert a szemed is igéből van, meg a tárgy is, amit nézel, az is igéből van. Ezt el kell hinni. Hát, ha egy logikai rendszerre épített, nem kell semmit elhinni, ez abszolút logikus rendszer. Nem kell elhinni. Na tehát, itt látszanak a torlódások is benne, hogy a háta mögött a hullámterek azok ritkulnak Dopplerrel. Megjelenik a kék eltolódás, vagy Dopplerrel, ez megjelenik a vörös eltolódás, kék eltolódás, itt az idő szerkezetében is. Földön kívüliek enni ilyen ábrát adtak le. De nagyon sokat lerakták ki a gabonakörömből. Na, mit csináltak? Kirohantak, felszántották ilyettükbe. Jaj, jönnek, felszántották, learadták. Olyan pánikban voltak, hogy azonnal rá a kombányt learatni, és learadták. Hát olyan volt, hogy három napig nem bírták ki, learadták. De amikor még a 90-es évek elején volt Velemben egy táborunk, akkor ott jött egy hír, hogy Balaton Szepezden keletkezett egy gabonakör. Mindjárt a Kandó, akkor még főiskola volt, a Kandó főiskolának a üdülője mellett ott pár 150, még 200 méterre. Hát én akkor, az volt az érdekes, hogy én laborvezető voltam akkor, és a főnökömnek a nyaralóját odaadta nekem, és akkor mentünk Szepezdre pont. És akkor mentünk Szepezdre, de már mire odaértünk a gabonakörhöz, már le volt aratva, de látszott, hogy milyen volt a gabonakör, tehát látszott a nyoma, nem búzába volt, hanem árpába, de a lényeg, hogy milyenek voltak. Képzeld el, hogy ott a Kandó üdülőnek ott történt abban az üdülőben, ahol mind racionális tudós emberek nyaraltak, tehát mind értettek a fizikához, azért Kandóban azért sok olyan van, aki ért a fizikához. Képzeld el, hogy olyan történt, hogy
az egyik ilyen faházszerű házikók voltak, és akkor az egyik házikóban, a gyerekszobában ilyen világos kék fény volt, erős világos kék fény volt. Hát az anyuka, mint a megveszett anyatigris berontott a gyerekszobába, hogy mi történt, kigyulladt, vagy mi volt az ő fejébe, kigyulladt a szoba, vagy füst van, vagy mit tudom, és tényleg ilyen közszerű világító köd volt a szobába, de erősen világított, és abban a pillanatban kinyitotta az ajtót, akkor ez a ködi így eltűnt. Mert ott kavartak az ufók, és ott nézegették a gyerekeket is. És akkor csinálták a gabonakör, de közben ott valami felderítést is végeztek, és várja, nem merte senki elmondani. Hát ez a gabonakör, ez egy kicsit másabb már, mint az volt, mert abban csak ilyen négy ilyen dekoráció volt körülötte, ez egy kicsit már másabb, mert ez egy téridőt ábrázoló rendszer a leágazás rendszereivel. Ez a szent fiákat ábrázolja, képzeld el. Csak annak egy nagyon bonyolultan lerajzolt változata. Most nem tudom én, 440 vagy mennyi körből áll az az egész. A vicces diákok, hogy milyen szorgalmasak voltak? Ilyet tapossál, öcsém. Ilyet tapossál, öcsém, erre azt mondom, öcsém, ilyet tapossál. Várjál, ebben egy szál búza nincs megrecsenve. Tehát a szalma nincs megtörve. Parancsolj. Igen. Akkor az Alattomban a harmadik emeleti szomszéd, aki a kandóban volt a igen. Ilyen villanyszerelőben. Igen, igen, igen. Isten nyugasztalja. Pont ott volt, és kint volt megnézni ezt a kört. Igen, le is fényképezték, le is fényképezték. Ez az alattam lévő szomszéd éppen ott nyaralt. Aki nagyon a főnök milyen ravasz. Tehát pont akkor nyaralt ott az alattam lévő szomszéd, le is fényképezte nekem, oda is adta a képet. És mi volt a lényeg? Hogy egy gyönyörű szép gabonakör volt, és ott is a téridőt ábrázolta. Ez egy sokkal bonyolultabb. És a kutyák furcsán viselkedtek, hogy nyitottak éjszaka, mindenféle. Az szokásos, hogy a kutyák megvesznek. Volt olyan, hogy mentünk ilyen helyszínelni, ilyen helyzet volt, és akkor kimentünk helyszínelni valahol, és mondjuk én kérdezgettem a öreg nénit, hogy akkor mi volt, és azt mondja, hát a kutyám ott bebújt az ól alá, és onnan az atya égnek sem tudtam kicsalni egy napon keresztül, semmivel. Tehát olyan méretetlenül becsinált a kutya, mert a kutya látott olyan dolgokat, amit az emberek nem, mert nem akarja látni, vagy nem is látta. Azt el voltak foglalva magukkal. Az emberek általában. Tehát ez a rettentő bonyolult rendszer, nézd meg ott a közepébe azok a kis, valami ott állnak, hogy ez mekkora nagy. Na most, ha ezeket leméred, halálosan precíz helyeken vannak a körök, tehát nem ám úgy, hogy tojgli meg, nem úgy van meg. Ezek halálosan precízek, ez a légi felvételen nagyon látszik, de az nem látszik a légi felvételen, hogy ezek mindig oválisak. Tehát ezek a körök oválisak. A székesfehérvári gabonakörnél is, akik állítólag taposták fiatal emberek, és akkor csak egyet kérdeztem tőle, hogy és hány karót vertetek le? És azt mondta, hogy tehát egyet a közepében mondom, akkor tudom, hogy nem te csináltad. Tudnék, a kör ovális volt. És nem tudom, hogy tudjátok, hogy az oválist az két centrummal kell rajzolni, ugye? Levesz két gombostűt, egy kicsit gatyással ráteszel egy cérnát, egy karikával kötött, hogy tudjon forogni, és egy szelőzával elhúzod a felég, a gombostű magasságáig, mind a két irányba, átemeled a cérnát a másik oldalra, innen folytatod, gyönyörű ovális lehet rajzolni. De csak két centrummal, egyel nem lehet oválist rajzolni. Akinek volt Commodore-ja, az tudja, hogy lehetett kört rajzolni? Két sugarat kellett megadni. Nem egy sugarat kellett megadni, hanem kettőt. És akkor úgy, ő igazából, amikor egy formát adtál meg, 50-50, akkor egy 50-es kört rajzolt. De hogyha azt mondd neki, hogy 50-70, akkor egy oválist rajzolt. Tehát kétszer kellett a sugarat neki megadni, és hogy melyik irányba álljon azt, hogy melyiket milyennek adtál meg, abból lett. Tehát így lehetett már a Commodore-nál, Simon Basic-ben meg ezekben úgy lehetett még annak idén programot írni. Tehát az van, hogy nagyon szeretne mindenki nagy arc lenni. Azt mondták, hogy
ők letaposták, csak egy nagy baj van, hogy Photoshopban másolták össze, és még azt is tudom, hogy hol, mert hogy a számítástechnikai központnak a vezetője, az nekem már nagyon-nagyon régi haverom volt, én 70-ben kezdtem a számítástechnikát, bocsánat. És egy 20 évet ott lehúztam. Na most, és aztán sem hagytam el, mert utána a mesterséges intelligenciával foglalkoztam egy darabig. Tehát ez van. Így hajlanak meg a gabonák, tessék megnézni, a Péter mutatja az ábrát, a könyököknél megnyúlnak, és halál precízen elhajlanak, ja, és ezzel olyan precíz ábrákat rajzolnak, hogy az arcod leszakad. Tehát jártunk néhányba, egészen precíz, egészen pontos ábrák voltak. Először ilyen körökkel kezdtek, most már ilyen 440 körből álló hatalmas, bonyolult rendszereket, mint amit az előbb láttál, csináltak, és nagyon sokat csináltak. És most már csináltak, mert mondták, hogy de csak kör, meg spárga, meg tapostuk, meg bicikli, meg deszka, meg így. Tehát a nagyon gyermeteg módon próbálják leutánozni, össze-vissza szecskázzák a gabonát, letapossák. Na most én oda megyek egy ilyenhez, honnan tudom, hogy kamu? A ránézésre is tudom, de honnan tudom, biztos. Megemelem egy bottal a gabonát, és ahogy megemelem, alatta ott vannak a vetési barázdák. Hibátlanul. Vagyis egy dolog biztos, azon senki sem járt. Mert a vetőgépnek a csorosztjája ilyen, mint a gerebje, ilyen csíkokat húz. Sűrű húzza a csíkokat. Most a sűrű húzott csíkokat nem lehet uhabisítani, utánozni csak úgy, a gabona alatt. Miután letapostad, utána csavarozóval behúzgálsz 1000 négyzetmétert. Értitek, mi a baj? Mert ezek 5000 négyzetméteres ábrák. Tehát, ja, portrékat is adtak le, meg mit tudom, portrékat. Komolyan, mint egy fénykép, olyan portrékat le tudnak adni. Mert addig tapostak a diákok, még portré nem lesz, értjük, milyen viccesek. Szóval ott vannak a problémák, hogy a tudomány most már egyre inkább a hülyek kategóriába kezdi magát besorolni. Saját magát nem bántja, hogy senki. Mint a lapos föld. Tehát, mint a lapos föld. Elkezdték nyomni a lapos földet, és görcsösen, és makacsul, és mondják, és nagyon nagy, mint egy vallás úgy terjed a lapos föld. Komolyan. Hogy lapos a föld, nem gömbölyű, hanem lapos. És hát persze nem tudja megmagyarázni a hold mozgását, a csillagok mozgását, az semmit sem tud megmagyarázni. De az nem is fontos. De ugye én azt mondtam, hogy de gyerekek, hát a vízszintes az egy gömb. De nem tud vele mit kezdeni. Hát az óceánok ugye gömb alakban vannak a Földön, bocsánatot kérek. Mert a gravitáció is gömb alakban viselkedik. Hát lerajzolgatnak ilyen gravitációs hullámokat. Amikor már nagyon ott van, szóval tényleg szűmáig kapaszkodok, hogy már mennyire ott van, ott egy ilyen lepedőt hullámoztattak spirál alakban. És azok gravitációs hullámok. De ezt komolyan gondolod, vagy hülyítsz engem itt most? Komolyan ilyen fizikus haverjók jöttek, erősködtek, mondom, te ne hülyeskedjél már, ez egy sikanyú hülyeség. És tényleg az. Szóval úgy próbálja elmagyarázni a gravitáció, hogy kihúz egy ilyen nagy gumipelenkát, és akkor beletesz egy acélgolyót a közepébe, hogy behúzza, megnyúlik, na látod, ez a gravitáció. Na jó, csak egy baj van ebben az egészen, hogy ez egy sikanyú hülyeség. Mert ez a gravitáció az nem csak lefele hat, ugye, hanem gömbszerűen hat, na ez nem hat gömbszerűen. Akkor most már láttam olyat, hogy ilyen mátrixokat gömbszerűen próbáltak mozgatni, tehát már dolgoznak rajta, mert azért a kritika működik. Hát engem folyamatosan hülyéznek, mert én mindig tovább lépek, hogy hülyézzenek. De miért akarom, hogy hülyézzenek? Mert legalább foglalkozik vele, egyébként egyáltalán nem foglalkozik semmivel. Önmagával van elfoglalva, kivel megyünk, hova megyünk. Dugni meg, ez van az ő kis agyacskájában, berúgunk, este milyen jó lesz. Ez nem emberi élet, azt hiszi egy 14 éves tudat, hogy berúg, mint az állat úgy berúgnak, elmennek szombaton, és az állat segrésze magát. Ott vetreng a hajzébe, ott vetreng a földön, láttam az éjszakában nem egyszer. Mint az állat úgy berúgnak, 13-14 éves kislányok, kisfiúk. Mert a kisfiú az még nem felnőtt, de ő nagyon felnőtt akar lenni. Berúg, mint az állat, és szórakozni voltunk. Hát mondom, ha neked az a szórakozás, hogy összeányod magad, mint a szökőkút, hát mondom, jó van. Hát ez nem annyira szórakozás. Volt egy újságíró haverom, ez
halálra itta magát, az tényleg részeges volt. És akkor egyszerre még már akkor volt videókamera nálam, és akkor fölvettem egy videókamerát, még VHS kazettára, fölvettem a haveromat, ahogy feküdt hanyatt, és szökölkutast hányt, és jött vissza az egész a pofája. De holtrészek volt, ezt nem tudta később, és én mentem hozzá, hogy miért nem iszol egy sört. Mondom, mert tudod, én nem iszok most egy sört, meg dolgoznom kell, és én nem azt mondom, hogy életemben sosem iszok meg egy sört, hát jó, bevacsorázok, vagy jó, ezért néha megiszom nyáron, vagy állandóan, nem. Na, ez a lényeg, hogy egyszer csak ma addig mondogatta nekem, még a végén a kazettát odaadtam meg. Betette a kazettát, lejátszotta, attól kezdve csak kólát ivott. Tehát látta magát, hótrészegen, pofáhányta saját magát, látta magát, soha többet nem ivott. És mi volt a bolondság, szóval, hogy a sors milyen, így fogtam a fejem, amikor megtudtam, hogy ez egy három gyerekes apa volt egyébként. Egy nagyon tehetséges újságíró volt, és az volt az érdekes, hogy a felesége meg semmit sem volt. És attól kezdve a felesége lett alkoholista. Ez milyen ilyen? Meg is halt. Halálra itta magát. Ő meg szépen fölnevelte a három gyereket. Tehát nem érdekes, hogy átváltott. Tehát nem tudták megszüntetni. Ahol halál van, ott mindig halál van. Nem érdekes ez? Valahogy átváltott. Tehát átvette a szerepét a felesége, és akkor az itta magát halálra. Addig egy semmit nem jót az, csak ilyen baracklevet, vagy mit talán, csodál. Attól kezdve az itta magát halálra. Fantasztikus. Tehát a gabonakörökre visszatérve tanítanak vele minket. Tanítanak, el akarnak nekünk mondani valamit, és van, aki ezt komolyan veszi, és gondolkodik rajta. Látom, angolul is nagyon sok megjelenik, nagyon sok gabonakör, nagyon sok magyarázat, és már egy csomó megfejtés is megjelent, jó megfejtések is megjelentek. Rájöttek, hogy nem véletlenek az átmérő, a hossza, az ívdarab, mint az kijön belőle, mit tudom én, a 4π, vagy mit tudom én. Tehát rájött arra, hogy ezek egyáltalán nem véletlenek ezek az ábrák, hanem ebben tanít valamit, elmond valamit. És akkor szépen egy folyamatot mond el neked, hát mit akar neked elmondani a teremtést, tehát mi lenne a fontos? Hát, hogy hagyd már abba a tűzjáték rakétát, és kezdjél gondolkozni tértechnológiával. De ennek a tudásnak a megléte nélkül nem fog működni, amit én elmondom. Ez a tértechnológia lényege, hogy az idő szerkezetét ismered, és abból hogy keletkeznek az őselemek, és az nem a virágföld, és akkor locsolgatjuk vízzel, és akkor tüzet, gyertyácskát égetkedünk mellette, szóval ez egy ilyen infantilis női dolog. Nagyon aranyos, kedves, bájos, csak hát ugye, félreértik, kicsit félreértik. Hiába a földelem, az virág, na egyedül a földelem, ami tényleg az, amitnek mondanak, mert a virágföld az valóban földelem. Mert anyag, az anyagi részecskét kívja a földelemnek. És a Bibliában annak a keletkezése van leírva, hogy működik a földelem, hogy kezd keletkezni. Hogy hívják az első forrást? Hogy hívják az első forrást, a legeslegelsőt, amiből keletkezik? Tudod? Nem neutron, nem. Ami a neutron miből keletkezik? A legelső forrást. Van az az ábra, az ateiszban van benne. Van univerzitásod? Neked van. Melyik? Hagyj egy univerzitást a Péternek. Az a kígyós, az a nagy tekerközös Ádámos. Jó. Megvan az a... Ki van az interneten, hát azt le tudod tölteni. Neutron kép? Nem, az a... Tekerkős Ádámos. Az, ül a kígyónak. Az. Na, hát ott a Universitas széli, hogyha kell tessék. Az a rajtama. És az a lényeg, hogy ez a tekergőzős kígyó, ez nem biológiai kígyó, mert ha jobban alaposabban megnézed, kiteszünk mindjárt. Ha alaposabban megnézed, akkor ott valami nagyon nem stimmel. Az Ataisz könyvtárban van, a PIC nevezetű könyvtárban. A Pictures, ugye azért PIC. És... Hat. Az.
És azon nagyon érdekes, hogy ez az képes Bibliából. Mert képzeld el, hogy fönnmaradtak a Bibliának képes változataiból részletek. Semmi köze nincs, amit ma ebből gondolnak. Hol maradt fönn, mit gondolsz? Írországban. Meg Skóciában. Tudod, hogy miért? Mert azok hunok. És azok a tértechnológiával tisztában voltak sokáig. Nagyon sokáig tisztában voltak. Ugye, ide mindenki a földre űrhajókkal jött, tehát nem itt fejlődtünk ki a földön. Azért nincs a búzának, árpának, ezeknek itt genetikai őse. Azt minden biológus tudja, hogy nincsen itt az őse. Hát harokonok vannak, de az nem annak az őse. Genetikailag az már nagyon látszik. Gepárdnak se, delfinnek se. Nincs itt az őse. Na de hát akkor hogy a fenében? Hát azért nincs itt az őse, mert nem itt fejlődött ki, hanem ide hoztuk űrhajókkal a földre. Amikor teljesen üres volt a föld a tűzoron után, tehát ki volt pusztulva, hát növények itt-ott sarjadtak, de hoztuk magvakat, elültettük, nem csak gabona magvakat, hanem tölgyfának való magokat, meg mindenféléket, és elültettük, hogy legyen erdő, legyen rét, legyen ez, legyen az, hűmagot hoztuk, tehát hogy legyen az állatoknak mit legelni, és akkor azután szépen kikelt, és akkor betelepítettük a földet. Na de úgy jöttünk ide a tértechnológia tudásával, mert másik csillagrendszerből ide nem lehet rakétákkal átjönni, az egy ökörség. Tessék megnézni. Ebben az egyszerű módban állt Isten teremtése. Tessék megnézni. Mi van rajta? Ott ül középen egy Ádám, egy ilyen nemtelen, öcstelen Ádám, mert hogy ez nem biológiai lény, ugye, hanem egy kezdőforrás, meg egy kígyó, és hogy nem, három szereplő van a Böhme könyvben, az ördög, a Jézus, meg az Ádám. Ez a három főszereplő van mindenhol, ugyanabban a ciklusban. És a földelem, a mikrokozmosz keletkezését ez írja le, képzeld el. Tehát segít nekünk, hogy a Bibliában le van írva nekünk ez a fraktál, ez egy fraktál. Le van írva, csak meg kéne fejteni. Dolgozni kéne egy kicsit, nem kell halálra dolgozni maga, csak egy kicsit. A mai számítás technikával ez 2-3 év alatt megoldható. És kijöhetünk a gödörből, és okosak lehetünk. És őrületes technikai tudás birtokában leszünk. Azonnal nem lesz problémák. Halmazza tűnik el. Tehát eltűnnek a problémák. Tehát az a lényeg, hogy megoldjuk. Én nagyra tartom azokat, akik leveslőtyögtetnek a szegény jelzőknek. Én ma nagyon nagyra tartom. De talán inkább jobbat kéne csinálni. Szóval nem leves kéne lötyögtetni, hát jobbat kéne csinálni. Hogy ennek ne kelljen leves lötyögtetnie, hanem ő megéljen jól, és dolgozzon, és csinálja, és tudom én. Hát azoknak lötyögtetesz levest, aki már annak lötyögtetesz levest, mert az már soha az életben nem fog se dolgozni, se semmi. És mint a migránsok. Azt sem fog dolgozni sose. Nem azért jött ide, hogy dolgozzon. Mit képzelsz? Uralkodni akar rajta. Csak te ezt még nem tudod. Tehát itt van ez a több menettel visszacsavarodó Ádám. Szünet után megfejtjük. Jó? És akkor tartunk egy 10 perc szünetet, és akkor folytatjuk. Köszönöm.